Nagyon benneteket. Én a délelőtti dicséretről tennék egy nagyon jó bizonyságot, hogy itt énekeltük, és egyfolytában állott a Szentelem, és az Urat dicsértük. Én azt láttam, hogy mondta Denis is, hogy meg kell tapasztalni a mennyet. És azt láttam, hogy föltettem a kezemet, Jézus fogta a kezeimet, és tartotta, amíg dicsértem az Urat. Ez annyira jó. Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja ezt meg. Bizonyságot megosztani, gyere, gyere, József! Egy nagyon kedves testvérünk, Ukrajnából, nagyon szeretjük őt. József testvérünk. Ukrajnában szolgálunk. Ahogy ment itt az imádat, láttam az igének a kardját, láttam egy fehér kardot, és egy nagyon sötét, vastag láncot, ami nem fentről, hanem lentről vágta ketté. És úgy ott álltam, kérdeztem, Uram, mit akarsz ezzel mutatni? Amit mondok, bocsássatok meg nekem, én lelkészként mondom. Eljött az ideje, hogy vége a felekezdetésnek. Amen! Testvérek vagyunk. Én tudom, hogy Denisnek is ez van a szívén meg, ennek a csoportnak, akik itt vannak. Testvéreim, arról ismerjem meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Hanem azt fogod kérdezni, hogy még gyülekezetből jöttél. Hogy ki a pásztorom? Egy pásztor van. Az Isten népének csak egy pásztora van. Halleluja. Vannak, akinek több van, valakinek kevesebb, nekem is van valami, neked is. Itt az ideje, hogy összerakjuk. Jó van. Isten áldjon, és minden dicsőség az övé. Nagyon kedves testvérünk, bemutatom nektek Zsoltot, aki a Dynamis szolgálatnak egy nagyon nagy segítője, és a testvérek, akik kaptátok a leveleket, ezt igazából tőle kaptátok. Tudjátok, hogy tegnap volt egy bizonyságom az alatt az idő alatt, amikor azt mondta Denis, hogy figyeljünk az Úrnak a jelenlétére, ott lelettek a hátsó lámpák kapcsolva, és képzeljük el azt, hogy együtt vagyunk Jézussal. Tudom azt, hogy tradicionális, karizmatikus tanítások gyakran kifogásolják azt, hogy mi emberi módon kezdeményezhetünk-e ilyen látomásokat az Úrral, ilyen találkozásokat, mennyei találkozásokat, és szeretném az ezzel kapcsolatos félelmeket lerombolni, vagy segíteni abban, hogy túl tudjál ezen lépni. Elmondom, hogy mit tapasztaltam meg, miközben az Úrral figyeltem, és nem láttam semmit először, viszont egy igét hozott fel a Szent Szellem, azt az igét, hogy akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák az evangélium dicsőséges világosságát. Tehát gyakorlatilag az elme az hajlamos arra, hogyha hitetlen az elme, hogy vak legyen. Viszont a hitetlenségnek a láncai, ahogy lehullanak az elménkről, az elménk szemei megnyílnak arra, hogy lássuk a láthatatlan. És az történt, hogy ahogy ezt az igét hozta föl bennem a Szent Szellem, elkezdtem ellenállni a hitetlenségnek, és annak a vakságnak, ami megvakítja az elmémet, hogy ne lássam az elmémmel a láthatatlant, és aztán azt tapasztaltam, hogy sétálok egy úton, és láttam, hogy sétál velem magam mellett Jézus. És az döbbentett meg, hogy teljesen egy egyenrangú partnerként
kezelt engem, és ez teljesen meglepett, és azt mondta nekem, hogy örülök, hogy meglátogattál. És tudjátok, régen keresem már az Urat, és a szellememben belül ismerem Istennek a jelenlétét. És amikor ezt hallottam, hogy Jézus azt mondta nekem, hogy köszönöm, hogy meglátogattál, akkor a szellemem elkezdett repesni az örömtől, és elárasztott belül Istennek a jelenléte, és tudtam, hogy ez valóság. Tudtam, hogy ez valóság. Hogy ez valóság, hogy az Úrral való találkozásokat mi is kezdeményezhetjük. Ezért mondja Istennek az igéje, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzá. Te egy lépést közelítesz, és az elmédben a képzeletedet, ha elengeded, hogy megragadja a Szent Szellem, és a képzeletedben közeledsz Istenhez, ne legyél hitetlen is, ne engedd, hogy a hitetlenség megkapítson téged, mert Isten közeledik hozzád, és fogod látni őt a képzeletedben, a szellemedben, és kiragad téged Isten a látható valóságból, és mennyei helyeken fogsz vele együtt sétálni. És még egy dolgot szeretnék elmondani, amikor kezdtem kiesni a fókuszból, hogy az Úrra figyeljek, összpontosítjak az ő jelenlétére, akkor megint megszólalt mellettem Jézus, és azt mondta, hogy vágy, ne menj még. És akkor is, amikor ezt mondta, éreztem a szellememben, ez valóság, ez valóban az ő hangja. Mert az én juhaim hallják az én hangomat, azt mondja Jézus. És tudtam, hogy Jézus, mert felismerem, amikor a szellememben szól hozzám. Tehát ő, és azt éreztem ebből, hogy ő időt akar velünk tölteni. Igazából ő jobban fájtik rá, mint mi rá. Ez az igazság. És ha megengedett, hogy ez a vágy, ez a szenvedélyes vágy, ami van az Úrban, amivel magához akar téged vonni, ez a vágy magával ragadjon téged, ez a szenvedély, akkor fantasztikus, csodálatos, dicsőséges kalandokat, élményeket fogsz átélni az ő dicsőségében, az ő jelenlétében. Halleluja! Amen. Amen. Ma este a békességnek a helye volt. A nyugalomban. I went to the place of peace. Wow. I can see it all over you. Láttam rajta, hogy ott jártál. Here's what I heard the Lord say. Következőt hallottam, amit az Úr mondott. He who the Son makes free. Akit a Fiú megszabadít. Is free indeed. Az valósággal szabad. And I hear a phrase for you. És hallottam egy kifejezést, amit az Úr mondott rád. Unprecedented freedom. Unprecedented. Well, no, it's uncommon, Egy nagyon szokatlan, unknown, egy ismeretlen szabadság jön be az életedben. And I just hear the Lord say, you're going to have unprecedented freedom. Hallom, hogy az Úr azt mondja, hogy egy nem szokványos szintű szabadság jön be az életedben. And this is not just in the spirit. És ez nem csak szellemben jön. It's in every way. Minden egyes úton, módon. Még az anyagi életedben is. Personal freedom. Személyes szabadságodban is. Freedom. Szabadság, ezt mondja az Úr. Who the Son makes free. Mert akit a Fiú megszabadít. Is free. Az szabad. I just got a sense of this. És a következőt érzékeltem. Your time of testing is over. Véget ért a tesztelésednek az ideje.
illetve kerámikusként nagyon jó vállalkozásom volt, és ezek az ajtók egyszer bezárultak. És utána édesapám mellett ápolási díjon voltam. De az úr nem akarta, hogy segélyből éljek egész életemben, és lépésről lépésre vezetett, hogy hogyan alakítsam ki egy vállalkozást. És két évvel ezelőtt édesapám meghalt, és akkor már pont annyi volt, hogy nem volt gondom azzal, hogy miből fogom etetni a fiamat, és miből fogom a számláimat kifizetni. És szép lassan elkezdett a vállalkozásom menni. És volt olyan időszakom az életemben, amikor igenis hallottam az Úr hangját, és megcselekedtem is, és csodákat tudott rajtam keresztül végezni, meg láttam az életemben, de a sok munka bedugaszolta a fülemet. Egyszer valakiről hallottam, hogy azt mondta az Úr nekem, hogy hálás a fülem. És hát ahogy folyamatosan dolgozunk és elvetünk a világ dolgaiba, behájasodik a fülünk. És vannak olyan alkalmak, lehetőségek, amikor ki tud tisztítani a fülünk. És ez a konferencia is egy ilyen alkalom, amikor ki tud tisztulni a fülünk, és meg tud nyílni a látásunk. És a múltkori konferencián, ugyanúgy régebben, mikor az Úrral jártam, ugyanúgy hallottam a hangját, és mondott nekem valamit. És akkor oda mentem az Évához, meg a Csabához, és megkérdeztem tőlük, hogy mennyi volt az aznapi adakozás. Hát nagyon furcsán néztek rám, és aztán megegyeztünk abba, hogy már ha megszámolták, akkor SMS-be elküldik nekem, hogy mennyi volt. És hát ebbe a kosárba lehetősége volt akkor is mindenkinek beletenni, hogy amit az Úrnak oda gondolt adni. És az igében az van megírva, hogy a vetés és az aratás, míg a föld áll, nem szűnik meg. És az is megvan írva, hogy nem mindegy, hogy szikes talajba, vagy milyen talajba, milyen földbe fogunk ültetni. Én vagyok a bizonyság, hogy ez a föld jó. Megkaptam az összeget, hogy mennyi volt az aznapi adakozás. És ugye én ezt nem mondtam meg a szervezőknek, meg senkinek, hogy ez nekem miért volt szükséges. Azért volt szükséges, mert rá kellett nyúlva ezt az összeget egy borítékra, és azzal az összeggel meg kellett töltenem. És a történetnek így nincs vége. Mert azóta ezzel az összeggel a havi jövedelemben meggyarapodott. Benneteket, hogy szúrjatok ki velem, mert most ugyanezt fogom tenni, és tegyetek bele annyit, hogy én megmondlászom. Értitek, hogyan működik az Istennek a királysága? Ez teljesen így működik. A bizonyságom az éveink szolgálatához kapcsolatos. Én tavaly találtam meg őket a YouTube-on. Éven ott voltak ilyen jó kis sorozatai, hogy hogyan hangolhatunk rá így a mennyei frekvenciára. Meg van egy fordítás sorozatot, amit én nagy figyelemmel követek, ezek a szidrot videók. Természet fölötti! Igen, és tavaly volt nekem egy vizsgám, és akkor hallottam Isten hangját annyira tisztán, amennyire addig és azóta még nem.
nem tudom, hogy csak annyit mondod, hogy hát csak meg akartam próbálni a tegtedet. Ezt így az első útlás előtt egy nappal, aztán így fel is kaptam még a fejem, hogy ez most nem az én gondolatom volt, ez most itt valami, valami más. És hát jó, akkor nézzük meg, mi lesz holnap. 51 pont helyett, ami a ponthatár lett volna, csak 48 pontot értem el, de mikor bementem a tanszékre, akkor az oktatóm csak annyit kérdezett, melyik feladatok érnek egyenlen pontokat. Én azt már fél év közben elmondtam, hogy nálam pár ponttal senki nem kikik meg. Wow, halleluja! A hit próbája. És hogyha, igen, és hogyha nem találkozott ezekkel a bizonyságokkal, amik szírod műsorában rendszerint előfordulnak, akkor valószínűleg nem tudok olyan erősen támaszkodni Isteneket erre a természet feletti erejére, segítségére. Mindig, minden héten, minden nap figyeltem, hogy na most mikor jelenik meg a következő fordítás, mert ez egy olyan lelki puszt, lelki történet adott, ami utána megadta az inspirációt, hogy a kilátástalanságok ellenére folytassam a... Dicsőség Isten!